Az adathalászat egy internetes csalási típus, amelynek során különféle pszichológiai manipulációs módszerekkel próbálnak tőlünk adatokat lopni. Olyan SMS-eket és e-maileket küldenek, amelyek a bankkártya adatok, jelszavak és egyéb azonosító adatok megadására bíztatnak. Ezeket később visszaélésre használják, vagy értékesítik. Bizonyos esetekben akár a személyazonosság eltulajdonítása, vagy zsarolási szándék is lehet a cél. Ezért érdemes mindig körültekintően vizsgálni az üzeneteket és linkeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy semmilyen pénzintézet, illetve semmilyen szolgáltató nem kéri a bankkártya adatokat. Ezt senkinek szerintem nem szükséges megadni, mert ezekkel az adatokkal könnyen, hozzáférhetők a könnyen hozzáférhetnek a számlához, tehát ezt semmiképpen ne adják meg. Kifejezetten a bankkártya hátsó oldalán lévő három jegyű számra azt, azt semmilyen esetben ne adja meg senki. Az online vásárlással is óvatosan kell bánni. Legyen gyanús, ha az URL sávban azt látjuk, hogy egy weboldal nem rendelkezik HTTPS tanúsítványjal. A tanúsítványjal rendelkező oldalak nagyobb biztonságot nyújtanak az adathalászat és az adatlopás ellen. Fontos tudni azonban, hogy attól még, hogy egy oldalnak nincs tanúsítványa, nem lesz adathalász weboldal, sőt, akár egy adathalász weboldalnak is lehet tanúsítványa. Bár egyre többen tájékozódnak az adathalászat témában, mindennaposak ezek a csalások. Sajnos azt látjuk mi is, hogy nagyon-nagyon hogy kifinomult módszerek vannak most már. Hogyha valaki erre rájön, hogy tőle bármilyen információt kicsaltak, ne Isten mondjuk valamilyen adatot, akkor azonnal jelezze ezt a bankjának, tiltsa le a bankkártyáját, mert ez még mindig kisebb költséggel járhat, mint hogyha néhány napon keresztül kártyát használják mindenféle vásárlásra. Egy felmérés szerint 2022-ben legalább 150 ezer magyar internetező adott meg információkat e-mailben a személyes adatairól, és mintegy 20-50 ezer ember esett az illegális adathalászat áldozatául. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik vagy minden ötödik internetező érintett lehet.